Bontják az aszfaltot a Szombathelyi Nádasdy utca járdáján. A felülete most annyira repedezett, hogy balesetveszélyes rajta közlekedni, ezért halaszthatatlanná vált a felújítása. Már a tavaly évben megtervezésre került, és most pedig elindulnak a kivitelezések. Mintegy 406 méter hosszan a Semmelweis utcától a Szélkálmán utcáig megújul az aszfalt a járda, illetve a kerékpárút tekintetében. Teljes szerkezet cserével, tehát fontos nagyon, hogy az altala is kicserélődik egy CKT, illetve beton ajzatot kap az aszfalt alatt az útréteg. A kivitelezés több ütemben zajlik. Egyszerre csak nagyjából 100-150 méteres szakaszt vonnak munka alá, amely a bontás után rögtön burkolat alapot kap, hogy a gyalogosok minél hamarabb birtokba vehessék. A végső aszfaltborítás csak a munkálatok végén viszik fel. Várhatóan olyan 2 hónapot vesz igénybe ez a felújítás, és akkor utána tudjuk visszaadni a forgalomnak teljes egészébe. A részben a parkolósávok is felújításra kerülnek, de azok maradnak ugyanígy ilyen zuzott kövesek, mint amik most, csak a felülete lesz egy kicsit felújítva. A járda felújítása és a kerékpárút felfestése a Nádasdy utca két oldalán összesen közel 50 millió forintba kerül.